Hát a múltkori történet az itt folytatódik, hogy ez az épület aláducolásra került. Visszahívott a tulajdonos, hogy nézzem meg, hogy így már alkalmas lesz-e az épület legalább az ideiglenes beköltözése addig, ameddig a végleges megerősítés meg nem történik. Hát nagyon szomorú, hogy ezt meg kellett érni. Egyébként sokan kérdeztétek, hogy egyáltalán szükséges volt-e, túlzottan nagy felhajtást csináltam, klikvadász vagyok, és stb. Stb. Hát én azt mondom, hogy nézzétek meg ezt a videót, és akkor utána mindenki ítélje meg azt, hogy az az épület milyen színvonalon készült el. Igyekszem olyan módon beszélni a tartószerkezeti kérdésekről, hogy az mindenki számára érthető legyen. Ezek egyébként nem könnyű témák, viszont az épület az megítélésem szerint szét akar csúszni, amit most ezzel a duccolattal időlegesen megakadályoztunk, egyszerűen azért, mert nagyon súlyos építési hibákat vétettek. Akkor, amikor megérkeztem ehhez az épülethez, már voltak rossz érzéseim, akkor, amikor az apróbb hibákat észrevételeztem, mint például itt ennek a tető sarkának a kialakítása. Ez lentről látszik, igénytelen, és egy hozzáértő ember számára ez azt kommunikálja, hogy nem nagyon foglalkoztak itt a részletekkel a kivitelezés folyamán. Ránéztem a cserepezésre, és messziről látszik, hogy itt az alkalmazás technikában leírtakat teljes mértékben negligálták, ugyanis ez a cserép kötés nélkül hálóban került elhelyezésre, és az alkalmazás technika egyértelműen rendelkezik arról, hogy a cserepeket hogyan kell felrakni, és a terrán rundó az egy olyan cserép, amit fél cserép eltolással kell tenni. Most arról nem beszélek, hogy úgy szebb is, és sokkal inkább mutatja egy klasszikus cserépfedésnek a képét, de a víz biztonsága miatt is fontos, hogy a lapos cserepek jellemzően kötésbe kerüljenek, és így a cserép csatlakozó fugából nem az alatta levő fugába csöpög a víz. Szóval az a kivitelező, aki egy egyszerű alkalmazás technikát nem tud értelmezni, az más dolgokra is kép. És így aztán ne csodálkozzunk azon, hogyha a következőképpen látható dolog tárul elénk, és tulajdonképpen ez volt az, ami miatt a tulajdonos kihívott. Hogy létezik az, hogy ennyire könnyen szétcsúszik egy tető, és ilyen határozottan megindul? Egyszerűen nem mástól, mint attól, hogy kifelejtették belőle a teljes székállás rendszert. Ezen a képen azt látjuk, hogy itt vannak a fogópárok, és a fogópárok környékén semmilyen fajta derékszelement nem látunk székoszlopokat. Csak azt figyelhetitek meg, hogy a talpszelemen gerenda alá beépített vasgerendát elfordították lapjára, amivel a töredékére csökkent annak a teherbírása, hanem azt is, hogy az ácskapcsokat rosszul ütötték be. Ezek az ácskapcsok itt semmilyen erőt nem tudnak felvenni, és így könnyedén lecsúszik a talpszelemenről a szarufa. Lát minket, hiszen ők ezt a házat megvásárolták egy kivitelezőtől, és az elmúlt egy évben már több szakembernek mutatták ezt a jelenséget. A szomorú egyébként az, hogy ezek között igazságügyi szakértő, műszaki ellenőr is volt. Nem szeretném a szakmát savazni, de sajnos lehet szakmai bizonyítványokat szerezni kivitelezési gyakorlat nélkül. Így aztán ez a látvány nem is döbbentette meg az előttem járó kollégákat. Egyszerűen meg van indulva a tető. Ha bemegyünk a lakásba, akkor látjuk, hogy a mennyezetnél egy közel 2 cm-es elnyílás van. Ez már egy javított, maszatolt változat, amikor próbálták a réseket eltüntetni, azonban ez csak egy esztétikai megoldást jelentett. A vállalkozót nem nagyon izgatták a garanciális kérdések és sok helyen elkövetett hibákat, így például a WC csésze mögötti burkolat is gyakorlatilag már leszakadt, mozog az egész WC csésze. Szóval amikor ilyeneket látunk, akkor tényleg mindenre fel kell készülni. Ha felmegyünk a tetőre, akkor az egyik szembetűnő dolog, ahol az elektromos átvezetés van a tetőn keresztül, egy horganyzott tetőtartóval, gyakorlatilag egy bicskával megoldották a fóliának a kiukasztását. A generál hozzáállását és hozzáértését mutatja a gázkazán turbócsövének a kivezetése is. Bicskával szintén megoldották, kihasították a fóliát, aztán úgy is hagyták. Aztán, ha csak benézünk a födénbe, akkor ott is láthatjuk annak a nyomait, hogy milyen gondossággal végezték itt a munkát. A képen az látható, hogy egyrészt a kollega a dekket elnyomta itt,
Alatta pedig az látható, hogy nem látható a fólia, egy kis nyom van ott, látszik, nincs odaragasztva, tehát gyakorlatilag a pára akadálytalanul tud az emeletre feljutni. Mindettől még mindig nem dől össze az épület, azonban ez annyi és annyi alapos gondatlanság, hogy fogtam a fejem. A hideg zuhany ezután következett. Fémiparhoz cseppet is értő emberek jól látják, hogy itt két acélgerenda látható, méghozzá egy keresztmetszet változással. A terveken 180-as acél hea szelvény, ami leginkább az íjtartóhoz hasonlít, került elhelyezésre, azonban a vállalkozónak valahonnan maradt 200 mm-es hea tartója is, ez látható jobb oldalt. Ennek a tartónak nagyobb a keresztmetszete. Ezzel még nem is lett volna semmi baj, az sem lett volna probléma, hogyha ezt egy pillér fölött, vagy éppen bárhol máshol szakszerűen toldják, ugyanis ezeket az acélgerendákat ilyen toldó lemezekkel, úgynevezett csomó lemezekkel, hevederekkel kiválóan lehet toldani. Azonban fogtak egy lapos vasat, és szerintem egy, bocsánat, barkácsáruházi hegesztő apparáttal összetaknyolták. Arról már nem is beszélek, hogy egy acélszerkezetet minimum alapmázolással illik az épületbe behelyezni, még akkor is, hogyha ott a későbbiekben csapadékot nem fog kapni. Egy tisztességes, lakatos alapmázolás nélkül semmilyen szerkezetet nem épít be. Ha tovább nézzük ezt a gerendát, akkor itt láthatjuk ezt a kis ferde vasacskát, amivel próbálták folytonosítani ezt a gerendát. Ennek az acélgerendának az lett volna a szerepe, hogy egyrészt a fa födém gerendák erre támaszkodhatnak rá, illetve a másik szerepe az lett volna, hogy a hosszú téglalap alakú épületnek a két oldalát összeköti, és egy stabilitást biztosít a hosszú főfalnak, amit tulajdonképpen semmi más nem merevít. Ez egy kereszt merevítést adhatott volna az épületnek. A gerenda megfelelő rögzítése elmaradt, így aztán a tetőnek könnyű dolga volt, és két irányba elkezdte széttolni az épületet. Ennek nem csak a rákerülő födémgerendák terheit kell viselni, hanem ezek a gerendák húzó feszültséget is kaptak volna minden bizonnyal, hiszen a tetőszerkezet az nem lett megfelelően kialakítva, de arról is lesznek képek, és meg fogjátok érteni, hogy miről beszélek. További nem törődömségnek az ékes bizonyítéka ez a fénykép, ahol jól látjuk a fehér vonalat a barna gerendán, és a fehér kőporos vakolatot. Ez valamikor egy volt, egybe tartozott a kettő, egészen addig, ameddig meg nem mozdult a tetőszerkezet. 3-4 cm-es elmozdulás mérhető, ami bőven több annál, mint amit tolerálni lehet. Akinek jobb a szeme, az láthatja, hogy ott van egy fekete filctól vonal. Ez a filctól vonal mutatja meg azt, hogy amikor a vállalkozó itt volt, akkor már legalább 2,5 cm-re elmozdult a tető. Meg is jelölte, hogy majd későbbiekben meg lehessen nézni, hogy mekkora volt az elmozdulás mértéke. Ezen a képen egy olyan fakötést látunk, amilyet még a büdös életben nem láttam. El nem tudom képzelni, hogy a költő mire gondolt. Egy fontos dolog látszik viszont rajta, hogy a gerenda mellé van patkolva egy másik, természetesen kezeletlen fagerenda. 7,5x15-ös gerendákat alkalmaztak, ami éppen fele a terven szereplő 15x15-ösnek. Érezhették, hogy valami baj van, ugyanis egyes helyeken mellé lapoltak gerendát. Ezt láthatjuk itt. Ezen a képen az látható, hogy a 7,5-es gerendákat építették be a tetőbe, oda, ahova 10 cm-es vagy 15 cm-es szélességű kellett volna. Ezen a képen valami olyan észveszejtő megoldást látunk, gyakorlatilag a mennyezetet egy egyszeres fémvázzal készítették el. A zöld gerenda, az egy mennyezeti gerenda szeretne lenni, amire rá erősítgettek tetőlécből lepottyant hulladékokat. És erre a hulladékokra pattintották fel a tetőlécet, valahogy rögzítették rá, és utána pedig egy fekete, gyenge minőségű, nem is mezőgazdasági fóliával, hanem takaró fóliával készítették el a párazárást. Ha mindezeket végignézed, akkor talán már érted, hogy miért hívtam ki a katasztrófa védőket, és miért gondoltam úgy, hogy az az épület ebben a formában életveszélyes. Joggal kérdezhetitek, mi lesz a megoldás. Azt gondolom, hogy megint csak egy újabb videót kell erről készítsek, ahol részletesen bemutatom, hogy hogyan kell ezt a tetőt helyreállítani. És akkor itt a végkifejlet, egy jegyzőkönyv készítése erről a rosszul sikerült tetőről.
Én azt gondolom, hogy ez nem volt alaptalan, és nagyon remélem, hogy ez hozzá fogja segíteni majd a családot ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan megfelelő korrekciót kapjon ez a tető, és onnantól kezdve ismét biztonságos hajlékuk legyen. Szakmailag szerintem ez megoldható, hiszen tudjuk, hogy mit rontottak el, és amit elrontottak, az helyre is lehet hozni. Úgyhogy ettől nem kell félni, rendbe lehet ezt szedni, de ez nem kevés időt és energiát és pénzt fog igényelni. Ezt pedig valakinek ki kell fizetni. Hogy pontosan hogy fog mindez történni, műszakilag már tudom, az egyéb vonzatokra pedig nagyon kíváncsi vagyok. Sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!